Futó terjed a népharag a muzulmán világban. Egyre több felé követelnek elégtételt a muzulmán hitőek a francia köztársasági elnöktől, a Mohamed profétát ábrázoló Charlie Hebdo karikatúrákkal kapcsolatos nyilatkozatai miatt. Emmanuel Macron a történelem tanár, Samuel Paty brutális meggyilkolása után beszélt arról, hogy a karikatúrák, amelyeknek bemutatásával a tanár kihívta maga ellen a muzulmán családok egy részét, a francia kultúrában alapértéknek tekintett szólásszabadság kifejeződése. Ez a kiállás a nemzetközi diplomáciában is feszültséget szült. A török államfő közölte, hogy Macron nem beszámítható, ha ilyeneket mond. Párizs erre egy újabb karikatúrával válaszolt. A Charlie Hebdo szatirikus lap legutóbbi számának címlapján egy Erdoán karikatúra van. Erre már jogi lépéseket helyezett kilátásba a török vezetés. Mindezt a francia termékek bolykottja és a francia állampolgároknak címzett fenyegetése kísérik. Jordániában, Katarban, Kuvaidban és Törökországban gyakorlatilag kisöpörték az üzletekből a francia árukat, és egyelőre egyik fél sem hátrál. A muzulmánok szerint Macron hadjáratot hirdetett a nyugaton élő muzulmánok ellen, a francia államfő pedig körmeszakadtáig védi a véleménynyilvánítás szabadságát.